Az elmúlt időszakban a Magyar Művészeti Akadémia számos alkotóművész tagja tisztelte meg intézményünket azzal, hogy kiállíthatjuk legújabb alkotásait. Ma már büszkén mondhatjuk, hogy az Akadémikusok a Híres Agorában című tárlatsorozatunk kiemelt figyelemre számíthat, nem csak helyi, hanem országos szinten is. Kezdte a Kodály Művészeti Fesztivál és annak első kiállításának, Csurka Eszter Sív című tárlatának megnyitó beszédét Barta Dóra, a szervező Híres Agora ügyvezető igazgatója. Csurka Eszter kiállításának mai megnyitója önmagán túlmutatva is igazi ünnepi esemény, hiszen ez az idei Kodály Művészeti Fesztivál nyitó programja, amelynél méltóbbat azt hiszem, hogy nehezen találhattunk volna itt Kecskeméten. Őszintén hiszek abban, hogy a művészet különböző formái egymásba fonódva még inkább felemelik lelkünket, s még maradandó élménnyel képesek megajándékozni bennünket. A Harangozó Gyula díjas érdemes művész kiemelte, a különböző művészeti formák integrálásával létrejövő alkotások különlegesen egyedi, egymást felerősítő hatását nagyra értékelő szemlélet Csurka Eszter művészeti hitvallására is jellemző, hiszen személyben egy igazi összművészeti alkotót tisztelhetünk, szögezte le Barta Dóra. A fesztivál egy héten át 9 helyszínen, 11 főeseménnyel és 7 kísérő programmal a kodályi inspirációra, a szellemi örökség hatásmechanizmusaira épült, azt éltette tovább. A zenekedvelő közönség a változatos stílusokat képviselő hazai és külföldi zenekarok, együttesek mellett világhírű fellépőket és értékes művészeti zenei örökségünk darabjait is hallhatták, amellett, hogy képzőművészeti kiállítás, fotókiállítás és koncertfényvetítések is várták őket. A fesztivál záró napja atmoszféra koncerttel zárult a főtéren, amelyen a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar adott koncertet Hollókői Huba vezényletével, valamint a szólista Daniel Roland hegedűművész volt.